Adásunk elején hallgassák meg rövid híreinket. Korán reggel a tűzoltókat riasztották egy hajdúszoboszlói óvodába. Az egyik gázkazán túl melegedett, a benne lerakódott koronfüstje az épületbe került. Az ott dolgozók a tűzoltók kiérkezése előtt átszellőztették az óvodát, és a reggel beérkezett gyerekeket az intézmény másik végébe helyezték el. A hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók átvizsgálták az épületet, és a meghibásodott kazánt üzemen kívül helyezték. Az épület fűtését egy másik jól működő kazánnal oldják meg, így az óvoda továbbra is fogadni tudja a gyerekeket. Tudtuk meg Papp Kunkli Nórától, a Hajdú-Bihar megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivőjétől. Október 26-án délután megemlékezést tartottak Gönczi Pál szobránál a református templomkertben. Az egykori államtitkár munkásságát Majoros Petronella önkormányzati képviselő méltatta, imát mondott Őz Lajos református lelkész, majd az ünnepség végén elhelyezték a szobornál az emlékezés koszorúit. Mindezekről bővebben jövő heti adásunkban. Újabb bővüléssel zárt a hazai turizmus a harmadik negyedévben. 8,1%-os volt a növekedés tavalyhoz képest, derült ki a szállás.hu legfrissebb elemzéséből. De többször használtuk idén nyáron a szép kártyát is, közel 20%-kal gyakrabban fizettünk vele. 10 vendégből 2 így rendezte a számlát. A kártya használat átlagértéke is jelentősen emelkedett, a tavalyinál több mint 30%-kal magasabb. És mindezek mellett megnövekedett a mobilos felhasználók aránya is. 2012-ben még alig 5% volt, tavaly már a foglalások harmada érkezett mobilról, idén viszont minden második vendég okostelefonjáról intézte a szállás kiválasztását. A top települések élmezőnyében nem történt tromfosztás, idén is Siófok, Budapest és Hajdúszoboszló volt a nyár slágere.